meghallgatni. A másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádión Ács Gáborral. És Mihálovics Andrással. 0-30-20-10-9-0-9, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Hát mindenkit felkavart a készpénzes téma, és a legnagyobb troll ever az mindenképpen Laci hallgató, aki azt írta ezzel kapcsolatban, hogy mostanában tértem vissza a sárga csekre. Gyors, praktikus, mosolygósak a postás kisasszonyok. Úgy látszik, hogy akkor ő megértette a foglalkozást lényegét. És hát még ilyen is jött, hogy például sosem beszélünk a penészedés problémáiról, márpedig ha valaki nagyon sok készpénzt tart otthon, az problematikus annak kezelése, ugyanis néha elő kell venni és megtisztogatni a penészedéstől a készpénzt. Én ezt nem tudtam, ebből is látszik, hogy nem nagyon szoktam otthon nagy mennyiségű készpénzt tartani. Na, és akkor most néhány közlekedési információ mindenképpen jöhet szerintem. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Az M0-ástól befelé az Ócsai úton, a Grassalkovics út felé szokatlanul nagy a torlódás, arra szól a forgalom, írja Tamás hallgató. És baleset történt a BKK szerint a Nagy Lajos Király útján, a Mogyoródi útnál, meg még egy a második Rákóczi-Ferenc úton Csepelen befelé az Erdősor utca után, arra felé egy sáv járható. Sokkolóak a változások? Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket? Valódi transformációt szeretnél és nem káoszt? Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a Millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról, agilis szemüvegen keresztül. No kérem szépen, folyamat és szolgáltatás menedzsment, ez lesz a következő téma. Mindent elkövettünk, hogy azok, akik most felvonták a szemöldeküket, hogy micsoda, hát hol érdekel engem ez a két kifejezés, ezek az emberek azért meggondolják magukat, és mégiscsak érdeklődve figyeljék a most következő interjúnkat Hoffman Bencével, a Siva Force vezérigazgató helyettesével. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat! Demisztifikáljuk ezeket a dolgokat. Mi az ördög az a folyamat menedzsment és szolgáltatás menedzsment? Hát gyakorlatilag ugye, ha nagyvállalati szempontból közelítsük meg első körben, ugye minden egyes, vegyünk például a legegyszerűbb példát, mondjuk egy termékértékesítést, akár mondjuk egy mobiltelefon esetében, minden mögé tartozik egy komplet folyamat, amíg eljut a kezünkbe ugye az új mobiltelefon készülékünk, hogy mostani adásokból beszélgettetek ugye a tekóriásoknak a dolgairól, mondjuk tételezzük, hogy van egy iPhone készülék, tehát ahhoz, hogy ez a gyártótól a megfelelő szoftverekkel, a megfelelő szolgáltatásokkal eljusson ugye a végfelhasználó kezébe, ahhoz egy komplett úgynevezett folyamatmenedzsment rendszert kell kirakni. Ugye ez a nagyvállalatoknál azért viszonylag a hosszú évek során kialakult és kifinomodott. Ugye a KKV-k esetében viszont ez egy érdekes történet, mert ugye a KKV cégeknél maga a menedzsment irányítás, a folyamatmenedzsment általában a vezérigazgatói szintről indul el, és a termékértékesítési igény, meg a piac az teljesen hasonló. Tehát van egy olyan megközelítés, hogy miért van erre szükség majd a KKV-k esetében is. Tehát mi úgy látjuk, legalábbis az elmúlt időszakot figyelembe véve, hogy a KKV-k esetében ezek az alapvető folyamatok, ezek autodidakta módon jönnek azért létre. Viszont mivel, hogy nagyvállalati piacra belépnek KKV-k, ezért a jövőálló informatikai rendszerekre kell nekik is állni, mert ugye ezt a versenyképességet, amit például az említett példa is mondott, fokozniuk kell, nekik is közel kell állni. A múltban ez úgy működött, hogy valaki ugye, nem tudom, mondom, nektek is vannak említett, hogy az előző adásban is, vagy van olyan barátod, akinek jó menő cége van, neki biztos van egy informatikus ismerőse, és akkor ő lehet, hogy fejlesztett valamit, annak az adott vállalkozásnak pont olyat, ami jó. De ebből a szempontból azért az fontos megközelíteni,
hogy ezek a rendszerek vajon, amit egyedileg fejlesztünk, ami mögé folyamatot teszünk ezek, hogy és milyen módon tudnak egymással versenyezni. Talán ez a determinizációnak a lényege. Uh-huh. Most akkor tegyünk különbséget, hogy ez nem a nagyvállalatoknak a játszótere. Ott van mindenre ember, meg erőforrás, meg idő, meg pénz. A KKV-knál meg bozótharc folyik, az a lényeg, hogy működjön a rendszer, jöjjenek a vevők, befolyjanak a bevételek, sokszor ugye az ügyvezető úr, a marketinges, a PR-os, a sales-es és az összes többi is egyben. Hát sok mindenre gondol napközben, de folyamatmenedzsmentre biztosan nem. Igen, magára a fogalomra úgy, mint folyamatmenedzsment biztos nem gondol, viszont vegyük például akkor az élelmiszeriparból egy másik ilyen kedvenc példámat, hogy adott esetben egy nagyvállalati termékkörben fejlesztett, mutrendszellens termékkel ugyanúgy kell versenyezni egy KKV-nál, mondjuk egy kisebb élelmiszerboltnak a tulajdonosának, tehát a profit esetében, hogyha erre gondol, akkor kell gondoljon erre az úgynevezett folyamatmenedzsmentre is. Lehet, hogy nem a fejében nem ez az úgynevezett folyamatmenedzsment lesz, hanem hogy én miért nem tudom olyan gyorsan, vagy olyan paraméterekkel, akár árba, olyan ügyfélélménnyel eladni a saját portékámat, mint a nagyvállalat. Na és itt jön az első körben való ötlet, hogy akkor próbáljuk meg a nagyvállalatból azokat a dolgokat lemásolni, amik egyébként ott jól működnek, és keressünk hozzá egy olyan célorientált informatikai megoldást, aminek segítségével nem kell nekünk egy sereg, úgynevezett, hogy te is mondtad, egy sereg embert alkalmazni. De ez ahhoz, nem ez jó, menjen. Mert az a nagyvállalatnak más a működési alapelvei nagyon sokszor. A másik meg ezekkel az informatikai dobozos termékekkel az a baj, hogy ezek meg nem specifikusak. Hát most azért ez már jelentősen megváltozott. Ugye az online térbe való lépéssel azért csomó olyan nagyvállalati szoftver, itt említeném talán a széles körbe használt Atlassian termékcsaládot, ugye a nagyvállalatnál bevezették ezt folyamatmenedzsmentre jó pár évvel ezelőtt, hát körülbelül 16 évvel ezelőtt kapcsolódott be ugye a nagyvállalati piacra ez a termékcsalád, és az elmúlt évben viszont annyi tapasztalat összegyűjt gyártói oldalon, hogy sikerült bevezetni egy olyan szoftvercsaládot, ami a KKV-knak ezekre a speciális igényeire is fel van készülve, felvértezve a nagyvállalati tapasztalatokkal. Ugye az nagyon fontos, hogy addig nem engedték a piacra ezt a terméket, ameddig úgy nem látták, hogy nem kell, hogy te is mondtad, jól elfejleszteni, meg elkezdeni az egyedi igényre, hanem megfogtak egy különböző iparákból rengeteg standardet, több száz standardet látunk folyamat implementációnál már ebben a rendszerben, ez Jira Work Managementnek hívják egyébként, és ott találtunk a magyarországi piacon is jó pár olyan KKV-s cégvezetőt, akinek bemutatva azt gondolta, hogy szerintem itt az idő, hogy váltsak egy dobozos szoftverre, ez kell nekem. Uh-huh. Oké, hogyha így nincs különbség a KKV-k és a nagyvállalatok között, mert a KKV-k is megléphetik ezt a dolgot, akkor hogyan tovább? Mit lehet, vagy hogy lehet ezen az úton elindulni? Mit vegyünk példának? Milyen dobozos terméket érdemes levenni a polcról? Ez a következő lépés, ami felmerülhet. Ugye a Jira Work Managementről már egy kicsit beszéltem nektek korábban, tehát ugye az az ajándék ezekben a rendszerekben, hogy fel vannak építve különböző sablonok, ezeket tényleg gyorsan használatba lehet venni. Lényegében minimális gyártói támogatás kell hozzá, vagy minimális rendszerintegrátori támogatás kell hozzá. És ami nagyon fontos, hogy ezek a szoftverek már most mind a felhőben találhatóak, és minimális belső informatikai változtatást igényelnek, viszont folyamati oldalról jól meg tudják támogatni a cégvezetőt, vagy az ő közvetlen menedzsmentjét. Ezek felhasználó barát felülettel rendelkező szoftverek, tehát kvázi, amint a beszélgetésünk elején említettünk, folyamatmenedzsment szó, itt fog első körben vizualizálódni ugye a felhasználóknak. Na de mit csináljanak azok, akik nem, mert most úgy hangzik, mintha ez egy IT probléma lenne, és az IT szektorra jellemző. Mi van azokkal, akik egyáltalán nem IT-szektorban tevékenykedő KKV-k? Hát ugye korábban beszélgettünk már veletek arról, hogy az IT-ban használt módszertanok, folyamatok valóban egy az egyben nem alkalmasak. Arra, hogy olyan üzleti területeken működnek, ahol egyébként a vállalkozásokban fogalmak sincs róla, hogy egyébként miért van szükség informatikára. Ez ugye egy közös metszetet képezett az IT-nak az eszközparkjával itt.
is, és ezért kezdte az Atlaszián ezt a rendszernek a rétrehozását gyakorlatilag, hogy kvázi vizuálisra emelje ki ezt a szintet, ahogy az előző pár mondatomban is említettem, az előző gondolatsoromban is említettem, és ez a rendszer gyakorlatilag ne egy IT eszköz, vagy ne egy IT folyamat támogató eszköz legyen majd. No, akkor lássunk egy pudingot, amit megehetünk kis kanállal, mert ilyenkor ezt szokott mondani általában egy cégvezető, hogy jó, ez nekem mennyibe kerül, és mennyi idő alatt fog megtérülni, és milyen hasznot fog hozni. Igen, itt a számok ugye nagyon ragadnak, inkább engedd meg, hogy nagyságrendeket mondjak ezzel kapcsolatosan. Egyedi fejlesztéseknél mondjuk beszélünk 10x-ről, akkor egy dobozos megoldás körülbelül ennek az ötödéért paraméterezhető most például a legutóbbi projekt tapasztalatunk alapján. Uh-huh. Volt egy olyan projektünk, ahol egy felvonóipari vállalattal dolgoztunk együtt, akik régóta piacon vannak, tehát klasszikus, hagyományos, hazai értelembe vett KKV, aki hazai piacról indult, és most már külföldi országokban is támogat ilyen típusú szolgáltatásokat, és a tulajdonos felismerte azt, hogy nincs értelme például a jelenlegi, egyébként teljes negedően ért szoftverjéről úgynevezett migrálásra segítségül elmigrálni, hogy magát ezt a folyamatmenedzsmentet ugye nem gondolta volna újra. Uh-huh. Ez egy nagyon érdekes feladat volt számunkra is, meg ez fájdalmas. Tehát, hogyha valami működik, ahhoz hozzányúlni, hát én nem tudom. Nem nagy kedvel tenném, az biztos. Előzetesen azért érdemes felmérni a kockázatokat. Mi is egy hosszabb ideig készítettük elő magát a projektet, tehát körülbelül fél évet beszélgettünk az ügyféllel arról, hogy mi lenne a neki való jó megoldás. Végül aztán a terjesztésnek, mivel gátja volt már az a szoftver, amit ő régebben használt, ezért döntött ő is ahhoz, hogy működik, de úgy nyúljunk hozzá, sőt, ami a nagyvállalatoknál általában egy ilyen esetben, ahogy te is mondtad, jó példa, ne nyúljunk hozzá, mert működik, ő a folyamatokhoz is hozzányúlt. Uh-huh. És végül is sikeresen be tudtuk fejezni ezt a közös munkát. És ennek mi lett a hozadéka? Nem kell neki akkora IT megoldás, sokkal olcsóbb magának az új rendszernek az üzemeltetése és a paraméterezése, úgy tudja felskálázni a felső technológiáknak a segítségével, hogy amikor szüksége van nagyobb kapacitásra, mert többfajta folyamat egyidejűleg fut, többfajta kiszolgáló egységénél, akkor felskálázódásnak megfelelően fizet csak magára használatáért. Tehát ez az egyik hozadéka. A másik hozadéka pedig az, hogy nem kell értékes informatikai erőforrás napi működéshez, hanem üzleti oldalról, non-IT oldalról kerestünk egy kollégát, aki egyébként magához az ügyfélkezeléshez az folyamathoz jól értett, őt tanítottuk be a rendszer használatára, és ő tanítja be tovább is a kollégákat. Oké. Felhő technológia az alapja ennek az egésznek. Voltak-e fenntartások? Találkoztak-e fenntartásokkal a felhő technológiával, vagy már ezt nem kell bemutatni, mert mindenki tudja, miről beszéltek? Hát azért még mindig újra és újra érdemes ezt elmondani, különféle fórumokon ezért is nagyon jó, hogy most itt erről tudunk beszélni, mert már ezek a cloud technológiák ugye mindenki számára elérhetőek lettek. Tehát, hogyha megnézzük a napi életünket, akkor fényképeket, játékokat, minden egyéb dolgot mentünk gond nélkül a felhőre úgy, hogy nem is beszélünk arról, hogy ez tulajdonképpen felhő. Hát sokan tehát, nem is tudják, hogy ez felhő. Igen. Így van. És így ugye ezek a végfelhasználóknak a többsége céget vezet, KKV-t vezet, tehát nekik ez teljesen természetes lesz, hogy a felhőbe vezető út így ezáltal megnyílt, sőt most már nyitogatja ezt a piacot a nemzetközi nagyvállalatok is, tehát azt lehet látni, hogyha a szabályozókkal jó ütemben tudnak egyezkedni, akkor előbb-utóbb ugye ezek a nagyvállalati szolgáltatások is, akár pénzügy, akár kereskedelem, és teljes informatikai biztonsággal fognak tudni a felhőbe költözni, de szerintem ez megérne majd egy külön beszélgetés. Oké. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, reméljük, hogy most már mindenki érti a dörgést, hogy mi az a folyamat és szolgáltatás menedzsment, és hogy lehet ezt kicsit könnyebbé, meg kicsit korszerűbbé tenni. Köszönjük még egyszer! Köszönöm szépen az időteket, és kellemes napot kívánok! Köszönöm, szervusz. Viszont kívánjuk, szervusz! Hoffmann Bencével, a Siva Force vezérigazgatója helyettesével beszélgettünk. Epic Stories.
Történetek a viharos vállalati hétköznapokról, a kiris szemüvegen keresztül. A Millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovata hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek.